Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és hát egy valamással kell kezdenem, ami rám nézve nem kifejezetten ízelgő. Most már lassan több mint 25 éve tanítok és az egyetemen, és a körülbelül 5 évvel ezelőttől kezdve, amikor új évfolyamot kezdek tanítani, akkor az első órán mindig felteszem nekik azt a kérdést, hogy szerintetek minek az egyetemre oktató? Minek vagyok én itt? Ezt a kérdést egyébként reggelente időnként magamnak is fel kell tennem, hogy miért megyek én be az egyetemre tanítani a hallgatókat, amikor 13 kattintással 1000-szer több információhoz jutnak, és itt nem lebecsülöm a saját tudásomat, tényleg 1000-szer több tudáshoz jutnak, mint amennyi az én fejemből kinyerhető lesz bármikor is. Amennyit én nekik a heti 2-1,5 órába el tudok mondani. Kezdetben nem voltam valami nagyon praktikus, és ezt a kérdést én magam válaszoltam meg. Nekik elmondtam, hogy én mit hiszek arról, hogy mégem még mindig itt lennem. Nagyon drágák vagyunk mi tanárok, nagyon sokba kerülünk. A CD-k sokkal olcsóbbak, a Wikipédia egyszerűen ingyen van. Tehát egész egyszerűen, tényleg irracionális egyszerűen minek kell tanár. És hogy mégis kellenek tanárok, és nem csak a régi rendszerbe, ezt valószínűleg azok a válaszok mutatják meg, amiket egyrészt most már a hallgatók is maguktól adnak. Másrészt tulajdonképpen az a tény, hogy itt vagyok, az válasz arra a kérdés, hogy kellenek tanárok, mert engem a volt tanítványom, a László hívott meg erre a mai konferenciára, és nagyjából biztos vagyok benne, hogy nem sokra emlékszik abból, amiket konkrétan tőlem az órákon hallott, de emlékezett rám. Emlékezett valamire, amit talán nem a kognitív diszonancia fogalma éppen, meg hogy azt kiírta le először, amit én megpróbáltam bele gyömöszölni a fejükbe annak idején, de valamire mégiscsak emlékezett. És szerintem az a valami az, amit ha meg tudunk őrizni és át tudunk vinni, akkor akár információs az a társadalom, akár nem, akár benszülött az a digitális, akár nem, eznek működnie kell. És hogyha ez nincs, akkor trükközhetünk a laptopokkal, meg dobálhatjuk a mobiltelefont órán, mint a kaszkádot körülbelül, de nem fogunk eljutni sehová, nem jutunk el a gyerekeknek a gondolataihoz. Úgyhogy én igazából azzal a jó érzéssel jöttem ma ide, hogy talán ide se hiába jövök, és megpróbáltam tényleg átgondolni, hogy mi a dolgunk nekünk itt a 21. században, ezeknek a szerencsétlen digitális bevándorlóknak, mint amilyen én vagyok, akik éppen szerintem csak tartózkodási engedéllyel rendelkezünk még itt. A letelepedés itt már nem valószínű, hogy meg fogjuk kapni útlevélről, vagy zöldkártyáról, mert is álmodjunk. De azzal együtt, hogy én magam abszolút nem tiltakozom a digitális technika ellen, de a kutatások azt mutatják, hogy a tanárok jelentős része komolyan tiltakozik a digitális technika ellen, és ez már probléma. Úgy gondolom, hogy a kutyák, sok kutya van elásva, és az egyik kutya az például ott van elásva, hogy meg kell változtatnunk azt az attitűdöt, amivel gyűlöljük ezt a technikát azok, akik nem ezzel születtünk a kezünkbe. Hanem minket, az életkorunk, ez az úgy, én úgy hívom magunkat, hogy KB generáció, mert mi úgy KB beleszülettünk ebbe a dologba, még nem vagyunk elég idősek ahhoz, hogy ott lógassuk a lábunkat azon a sorompón, és nézzük, amint elsuhan a vonat, tehát én nem értek ezzel egyet, én még próbálok valahogy felkapaszkodni erre a vonatra. Nem engedhetjük meg, hogy hátradőljünk, és azt mondjuk, hogy én most már kihúzom ezt a pár évet mindenféle digitális marhaságok nélkül, de az összes kutatás azt bizonyítja, hogy a tanárok egy jelentős része nem így, tehát nem így gondolkozik, hanem úgy gondolkozik, hogy igaz ugyan, hogy még valahogy ki kell húznom, de ragaszkodok a jól bevált módszerekhez. Olvastam ott azt a szöveget, ez a dobja el a krétát is, vegye kézbe a jövőt. Hát a tanárok egy része nagyon tart attól, hogy ha eldobja a krétát, akkor nem marad semmi. És azt gondolom, hogy azért fontos beszélnünk arról, hogy milyen ez az új generáció, hogy megértsük, hogy a kréta nélkül vagyunk a legértékesebbek, és majdnem mindegy, hogy mi mást veszünk a kezünkbe helyette, csak azt okosan kell használni. Úgyhogy az első dolog, amiről beszélni szeretnék, hogy tényleg mások-e... Majd gyerekek, engem ez annyira zavar, hogy borzasztó. Szóval, hogy van egy... Hát a kérdőjelek, hogy ezek tévhitek lennének, meg tények, azok azért vannak, mert egyik se biztos, tehát nem teljesen biztos, hogy tévhit, és nem teljesen biztos, hogy tény, amit mondani fogok, mert
Ez a generáció azért még nagyon fiatal. Különösen ahhoz, hogy rendes tudományos bizonyítékaink legyenek arról, hogy milyennek voltunk mi, nem is nagyon vizsgálgattuk az agyunkat, meg a miénket még nem annyira vizsgálták, nem voltak képalkotójárások, stb. Tehát nem nagyon tudjuk hova viszonyítani. Ugyanúgy, mint hogy például fogalmunk sincs, hogy valójában bizonyos gyógyszereknek a hatása mondjuk 70 vagy 100 év múlva mit fog eredményezni. Tehát, hogy ugyanígy nem tudjuk ezt még, de tapogatózunk. Minden esetre egy gyakori probléma, hogy a tanárok többsége úgy véli, hogy a gyerekek, a mai gyerekek azok nem képesek koncentrálni a figyelmüket. Hát a tényhez képest az, hogy jaj, de hogy is nem, órákig, de csak arra, ami őket igazából érdekli. És ez az, ami egy nagyon fontos kulcsmomentum. Például én próbáltam már ilyen számítógépes játékkal játszani, amit a lányom mutatott nekem, ilyen kis teknőseket ide-oda ugrálni, meg nem tudom. Hát én körülbelül olyan 10 perc után mondtam, hogy nekem ez nagyon fárasztó, szóval nekem ez így ebből elég volt. Tehát akkor, ha úgy nézzük, akkor ő mondhatta volna, hogy ezek a béna öregek nem tudják koncentrálni a figyelmüket az én játékomra. Tehát, hogy igazából az a kérdés, hogy mire akarják ők koncentrálni a figyelmüket. A következő, amit nagyon gyakran hallok a tanároktól, akikkel kapcsolatban vagyok, hogy ezeket már semmi nem érdekli. Az a helyzet, hogy nem teljesen így van, de rendkívül haszonelvű az érdeklődésük. Ez nekünk furcsa. Egyszerűen megkérdezi, hogy a fenének kell nekem tudni, hogy honnan is származott az az idézet, amit a Perry és azzal a vonattal ott mondott a végén. Most miért kell ezt tudni? Mondja meg valaki, hogy mi hasznom van belőle. És a mi generációnknak ez egy olyan kérdés, ami skandalum. Tehát, hogy így mi azt gondoltuk, hogy teljesen rendben van, ha megtanulunk csak azért valamit, mert szép. Miért énekelünk el egy dalt? Hát szép, mert énekelni jó, és nincsen belőle mégse semmi hasznunk általában, kivéve ha lagziba vagyunk, és jól telik az idő. A következő, hogy nincs kitartásuk. Hát ez egy olyan dolog, amit abból vonnak le általában, hogy nem tudnak hosszan ugyanazzal a dologgal foglalkozni. Egyébként az összes ilyen iskolaértségi vizsgálat nagyjából erre utazik, hogy megnézze, hogy meddig képes a gyerek totál értelmetlen hülye ábrákat, az ő szempontjából teljesen indiferens ábrákat sorba irogatni, megszámolni, valahúzni, bekarikázni, nem tudom. És akkor végén azt mondják, ez iskolaértelen. Az egész, mindenki, aki benn van az iskolában, a pillanatban iskolaértelen, ezt kell mondjam, hogyha ez számít az iskolai érettség kritériumának, a 20 kilót azt még csak megüti a többség. Tehát az a helyzet, hogy igenis van kitartásuk, de pontosan kell tudniuk, hogy miért csinálják, amit csinálnak. Ez megint ránk nem volt jellemző. Mi még elfogadtuk, ha azt mondta a szülő, hogy azért, mert azt mondtam, fiam. Most ezzel már teljesen fölösleges próbálkozni. Tehát ez a miért. Hát a miért korszak az most másképp néz ki, azt gondolom. Ezt nekünk egyszerűen tudomásul kell venni. Aztán nem kellően fegyelmezettek, ezt ugye abból szűrik le, hogy egy percig nem tudnak nyugton ülni. Én most az előbb itten titokba körbenéztem időnként, és hát ez egy elég szépen digitálisan felszerelt generáció itt azért, egy csomóan játszadoztak közben. Mondjuk úgy, hogy multitaskingoltak. Tehát nem tudom, hogy az előadó ezt mennyire vette észre, eléjük nem. De bízunk benne, hogy előadunk, már van annyira jártas a digitális generáció, hogy pontosan tudja, hogy ez nem jelent figyelemhiányt. Ez nagyon különleges, megosztott figyelmet igényel is. Az is biztos, hogy nem az én generáció multitasking volt, hanem a többiek. Szóval, hogy azok, akik most benne vannak ebbe a korba, azok egyszerűen képtelenek kivárni a szünetet, hogy megosszák a legújabb élményüket, ami az volt, hogy mondjuk a másik az, hogy nézett rájuk, vagy nem tudom, leesett a radírom, és akkor ezt ő kirakja a Twitterre, mert ez neki egy fontos dolog, hogy ő elmondja a többieknek, hogy ez történt. Mi is csináltuk egyébként ezt a multitaskingot, csak nekünk nem volt ilyen egyszerű dolgunk, mert meg kellett kérni Pistikét, hogy adja már oda Juliskának, és az még adja oda valaki. És ez lebukott az egész osztály nagy multitaskingba általában, és elég világos volt, hogy honnan indult a műsor. Ezt már manapság nem van egyszerű lekövetni egyébként. No, a másik, hogy nem tudnak önállóan dolgozni. Tehát ez a csinált film egyedül, ezek állandóan egymással beszélnek, egyből az a benyomásunk, hogy most csalnak, folyamatosan kooperálnak. Az a helyzet, hogy sokkal nagyobb igényük van a kooperációra, mint nekünk. Furán ebbe a versengő világba ők egyfajtában egymással akarnak valamit csinálni. Ez hihetetlen, így van, ezt látjuk. Legalábbis a kutatások körülbelül ezt mondják, amiket én ezzel kapcsolatban meg tudtam nézni. Kérdés, hogy hogyan jött ez létre, szóval miért van ez így? És hát most jön a fekete leves, ha lehet ért mondani. Az agy,
legalábbis a legújabb kutatások szerint, amik végül is bizonyos szempontból meglepődtem, nem annyira újak ám. Tehát a 80-as évek az nem volt a legújabb, az már retrónak számít. Szóval a kicsit retró kutatások ott indultak valahol ebbe a kérdésbe. Szóval korábban nekünk még nagyjából azt tanították, hogy hát az agyunk mekkora, amekkora bonyolult, amennyire bonyolult, és hát örüljünk neki, ha úgy sikerült kifogni. És ez már így lesz, tehát hordozgassuk boldogan a fejünkbe, és tartsuk ébren valamennyire, amennyire tudjuk, ápolgassuk, meg agyusztálgassuk, de hogy ettől nagyon okosabbak nem leszünk, mint hogy megszülettünk. Tehát úgy körülbelül ez volt az alapkoncepció, jó, ez leegyszerűsítés nyilván, de hogy az a helyzet, hogy az új tudományos kutatások azt bizonyítják, hogy olyan mértékű az agyi plaszticitás, amit korábban el se tudtunk képzelni. Ez a könyv egyébként én mindenkinek boldogan ajánlom a figyelmébe, olyan szinten, hogy a múlt héten, amikor készültem el az előadásra, egyes részeket a 15 éves lányomnak, 14 éves lányomnak is felolvastam belőle, totál jól megértette, a gyerek nem zseni, normális, teljesen normális, ez én csodás gyermekem, aki egyébként jelen van a teremben. Szóval lényeg, ami lényeg, hogy aki megtalálja a szóval ez a könyv fantasztikus. Nyári olvasmánynak tudom mindenkinek ajánlani. Annyira érdekes. És azért meg mégse vidám nyári olvasmány, mert az utolsó néhány fejezet az egész egyszerűen elkeserítő. Tehát ha mindaz igaz, amiről lesz szól, akkor nagyon nagy bajban vagyunk, az a helyzet. Olyan szinten befolyásolják azok a dolgok, amiket csinálunk az agyunkat, hogy egész egyszerűen átépítik a szerkezetét. Ami ijesztő. És ezt az a kedvén mondom, akik most abban reménykednek, hogy ők már biztos nem csinálják ilyeneket, mondom a végét is, ha viszont nem használjuk az agyunkat, az meg leépíti a szerkezetét. Tehát, hogy nekünk itt azért vagyunk jó helyzetben, hogy ilyen sokan vagyunk, mert valószínűleg akik itt ülnek, azok tényleg hisznek ebbe a lifelong learningbe. Na most én azt mondanám, hogy ez ilyen abszolút ilyen anti-Alzheimer program, úgyhogy ebben muszáj beneveznünk, minnyájunknak, és egy kis titkot elárulok itt mindenkinek, csak azért, mert eljöttek, hogy a leghatékonyabb Alzheimer ellen a könyv szerint az új nyelv tanulása. Tehát, mert az emlékeztet a legjobban arra, amikor picik voltunk, és ez volt az első dolgunk, hogy megtanuljunk egy anyanyelvet, ugye? Tehát a nyelv elsajátítás, egy új nyelv megtanulása 70 fölött, az teljesen jó karban tartja az agy. No, szóval, hogy mivel rájöttek erre az agyi plaszticitásra, az a helyzet tehát, hogy sokkal inkább hat ránk az, amit csinálunk, mint korábban ezt gondolták. A baj viszont az, hogy abban viszont nagy igazság van, hogy okosabbak lehetünk, de nagyobb fejünk nem lesz semmivel sem. Eléri a méretet, amikor már a sapka méretünk a felnőtt, és onnantól nem dagad tovább az agyunk, a jó esetben. Ha igen, akkor nagy baj van, mert ugye a koponya az egy akkora dolog, amekkora. Na most ebből azt következik, hogyha az adott az a méret, akkor minden változás csak valami másnak a rovására jöhet létre. Tehát ha meg akar növekedni egy mozgató terület, azért, mert mi nagyon sokat mozgatjuk az ujjunkat, hogy az a teknős jól ugorja át azt a nem tudom micsodát, akkor annak a mozgató résznek való helyet kell keresni, ami meg akar növekedni a sok gyakorlás miatt, és az csak valami árán növekedhet meg. Valami egy picit háttérbe fog szorulni, el fog álmosodni, nem fog annyira kihasználódni. Azt nem mondanám, hogy abszolút le fog épülni, de zárójelbe kerül, az biztos. Tehát ez az a folyamat, aminek köszönhetjük azt a sokféle változást, amivel a mostani tanároknak szembe kell nézniük, és ez a számukra is nagyon nehéz. Melyek a legtipikusabb változások, tehát amiket az agyi képalkotó eljárásokkal már sikerült bizonyítani olyan gyerekek esetében, akik napi 5-6 órát játszanak például a számítógépen? Az egyik, hogy sokkal gyorsabb és pontosabb a képi információ feldolgozásuk, mint a miénk. Egyébként ehhez hasonló dolgokat már régen is tudtak. Például pontosan lehetett tudni, hogy a természeti népeknek az egyenes vonalakra való látásérzékenysége sokkal rosszabb, mint a városi népnek, aki csupa egyenes vonalat lát, ha az ács el nem szúrta az építkezést, vagy a kőműves, akkor ő egyenes vonalat lát, ha a plafonra néz, a falakra néz. Ugye aki tapétázott már, az tudja, hogy ez nincs mindig így teljesen, de mi ezt könnyedén kiküszöbölhetjük. A másik dolog, hogy gyakorlatilag háttérbe szorul a hallott információ. Úgyhogy én most abszolút ódivatú vagyok, hogy itt csak beszélek, de azért próbálok tenni annak érdekében, hogy valami képi információk is eljussanak. Erre már azért sokan rájöttünk, hogy ez fontos dolog. Aztán nagyon nagy igényük van arra, hogy az információ gyorsan változzon, mert sokkal hamarabb habituálódnak úgy az ingerekhez, hozzászoknak,
hogy az már, ahogy mondjuk egyszerű hétköznapi nyelven, unalmassá válik a számukra. Nem ad nekik elég éberséget, egyszerűen azt érzik, hogy elalusznak, hogyha én még egy ilyen mondatot elmondok, vagy netán megismétlem, amit mondtam. Na, az a haláluk, tehát ha még egyszer ugyanazt, ez nekem annyiból jó, hogy nagyon ritkán tudom kétszer ugyanazt a mondatot elmondani. Bár szokták, egyszer-egyszer szokták kérni. A következő, hogy nagyon erősen megnőtt bennük az az igény, hogy mindennek, amit tesznek, azonnali visszajelződése legyen. Tehát, hogy mit értem el azáltal? Hová jutottam el? Hát ennek a vége az a kérdés, amit kaptam érte. Tehát nagyon igénylik azt, hogyha ők valamit megcsinálnak, akkor rögtön mondjuk azt, hogy jó, így, tovább, erre, arra. Na, de azért ülnek ott 35-en, és 35 jó, így, úgy, arra, de tovább. Ez mondjuk egy elég nehéz feladat szerintem egy tanár számára, még akkor is, hogyha ő nagyon ügyes ezen a téren. De egy fontos nevet lehet még olvasni, a Diane Spranskynek a neve, aki azért a leghíresebb, azt gondolom, ezen a téren ennek a dolgnak leghíresebb kutatója. És most jön a másik része a fekete levesnek, mert most hoztam mindenféle leveseket, leginkább feketét. Szóval, hogy ez a másik része, hogy van azért néhány dolog, ami nem változik. És ezek azok a dolgok, ami miatt igazán nagy szükség van ránk, azt gondolom. Úgyhogy ez nekünk egyrészt jó hír, másrészt ez egy nagyon nehéz hír. Az van, hogy a szociális készségek fejlődése semmivel se lett gyorsabb. Tehát a gyerekek körülbelül ugyanannyi idő alatt tanulnak meg beszélni például, mint a korábbi gyerekek. Igaz, hogy hamar megtanulnak játszani a készülékeken, de ez nem jelenti azt, hogy például egy szociális problémát is hamarabb meg tudnak oldani. Igaz, hogy megtanulják, hogy hogy kell azt az eszközt használni, mivel ügyesen elpusztíthatják, kicselezhetik, vagy nem tudom, mit csinálhatnak a játékostársal, mondjuk egy virtuális valóságban, vagy hogy hogy kell rávenni valakit mondjuk pénzzel, akármivel, zsetonokkal, ígéretekkel, hogy működjön együtt. De ezt a valós valóságba nem tudják se átvinni, se felismerni, hogy ez nagyjából hasonló, mint az a helyzet. Hát például lehetünk azok részben, ha már a szerepekről beszélünk, akik megmutatjuk nekik a hidat a virtuális meg a valóságos valóság között. Ehhez viszont az a rossz hírem van, hogy akkor a híd mindkét oldalát ismernünk kell, mert különben nem tudjuk, hova vezet a híd, és ugye nehéz hazudni, ha az igazságot se ismerjük, ahogy ezt az imént előtte szóló említett. No, tehát a másik dolog, ami nem változik, hogy a morális fejlődésük se javul semmivel se. Tehát nincsen arról szó, hát Piagetnek volt néhány tévedése, de azok is igazából inkább csak ilyen időbeli eltolódások az ő általa említett dolgokban, de Kolbernek már végképp nem mondhatjuk, hogy neki ilyen időbeli tévedései voltak, mert ő volt annyira ügyes, hogy nem említett életkorokat, és azt mondta, hogy ez bármikor kialakulhat, reméljük mindenki eljut a morális fejlettség legmagasabb szintjére valamikor. De az a kérdés, hogy mikor jut el, és itt megint csak az agyplaszticitására szeretném felhívni a figyelmet, hogy az olyan típusú neuropszichológiai kutatások, amik az agy társas jellegét vizsgálják, azok például gyönyörű szépen mutatják, hogy azoknak a területeknek a fejlettsége is bizony megváltozik, amik amúgy a moralitásért, a morális döntéshozásért felelősek olyan helyzetekben, amikor például a gyerekek olyan agresszív játékokat játszanak, ahol könnyen hoznak negatív morális döntést, azaz, hogy kinyírom a másikat, ami úgy egyáltalán nem pozitív morálisan, az én saját személyes érdekemben, vagy átverem, becsapom, vagy ilyesmi. Tehát sajnos ez is tud fejlődni időközben. Tehát az a probléma, hogy a moralitásnak a fejlődése az nem teljesen... Ha kiengedjük a kezünk közül, akkor egy olyan utat fog venni, amit a média sugal, tehát a média kezébe veszi az agy irányítását. Ez a végső kicsengése egyébként ennek a szép színes borítós könyvnek, hogy így lelőjem a poént is a nyári olvasmány végéről, de hogy bizony a médiának, ha átengedjük az irányítást, akkor olyan fajta agyunk lesz, amilyet a média, és itt mindenféle média számít, épít nekünk, illetve hát elsősorban a gyerekeinknek alapvetően, vagy azoknak, akikkel foglalkozunk. Úgyhogy az, hogy ez az egész dolog nem változott, azt még csak tetőzi az a probléma, hogy új eszközöket kaptak a gyerekek ahhoz, hogy a nem jól megoldott szociális problémáikat, például, hogy valakit nem kedvelnek az osztályban, vagy elvette a radírjukat, vagy nem figyel kellőképpen arra, amit ők akartak, vagy elszerette a barátjukat, azt nagyon durva módon tudják megbosszulni, akár olyan mértékben is, ami leállíthatatlan vagy kinyomozhatatlan elektronikus zaklatáshoz is vezethet, aminek ugye most már lassan azt lehet mondani, hogy elektronikus könyvtárokat megtöltő irodalma van ennek a területnek is. Tehát igazából ezek azért nagyon súlyos tények, amik továbbra is arra figyelmeztetnek bennünket, hogy nagyon nagy szükség van tehát olyan pártfogókra, emberekre, és ezek általában legyenek a szülők, nevelők és a pedagógusok, akik valamilyen módon segítenek ezeknek a gyerekeknek ebben a borzasztó gyors világban eligazodni.
Na de, szóval hogyan? Tehát, hogy mégis akkor hogyan válaszoljanak a pedagógusok ezekre a kihívásokra? Tehát az egyik lehetőség lenne a technikai eszközöknek a bevonása. Ugye úgy kezdődött az élet, hogy volt tábla meg kréta, aztán elfogytak néha a kréták, de jött az írásvetítő, nem tudom, emlékszünk-e még erre a műfajra, és aztán most már ugye itt vannak a technika új vívmányai, és a másik kettő kiment a divatból. Igen ám, de egyszer az egyik tanítványom, amikor megkérdeztem, hogy ő miért akar tanár lenni, és akkor elmondta, hogy hát ő először azért akar tanár lenni, mert annyira imádott írni a táblára, és azt gondolta, hogy a tanárok írhatnak csak a táblára, és a tanárok használhatták csak az írásvetítőt, ez így van, nem? És ő azért akart tanár lenni, hogy ezentúl mindig ő írhasson a táblára. Na most az a helyzet, hogy azt mondják a kutatások, és azt mondják az ilyen új szerepfelfogással foglalkozó szakirodalmak, hogy ezeknek a technikáknak a bevonásával, most mindenki nyugodjon meg, nem a tanárnak kell bíbelődni. Mert hogy a technikát nem nekünk kéne használni. Sőt, odáig megy Prenszki, hogy van egy mondat a könyvében, amitől teljesen meg is rémültem, hogy PPT, de soha nem a tanárnak. Tehát, hogy így gondoltam, hogy hát azért nekem ez kell, mert az én hosszú távú memóriám már nem a régi. Biztosan kellene edzenem valamilyen módon. No, tehát a lényeg az, hogy azt mondják, hogy lehet használni a technikát, be kell vonni az oktatásba, de ne úgy, hogy a tanárt kényszerítjük rá, hogy ő maga egyre több kütyüt használjon. És hát én azt láttam ebben a mai nagyon klassz programban, hogy a tabletet a gyerekek kezébe fogja nyomni délután majd valamelyik szekció, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó úton halad ez a társaság, hogy ezt megismerje. A másik nagy ötlet a gamification, a játékosítás. Én azt gondolom, van a teremben szerintem egy csomó ilyen én generációmba tartozó személy, és hát a pedagógus akkor azt is kell tudnia, hogy mit jelent Montessori neve. Hát őt azért senki nem nevezné digitális benszülöttnek, ugye? De ha valaki tudott valamit a gamificationről, az bizonyára ő volt. Tehát azt gondolom, hogy ez azért is szép ez az egész új világ, mert hogy annyira régi, annyira új. Tehát, hogy valójában nem fedeztük fel azt a különleges dolgot, csak most új eszközökön játszunk majd. Új eszközökön játszhatjuk a gyerekeket. Ami fontos, és megint csak a pedagógusoknak a megnyugtatására mondom, nagyon sok helyen ezt az egész játékosítást, valószínűleg a jelenlévő kivételek, de úgy értelmezik, hogy a játékosítás azt jelenti, hogy játszanak a gyerekek ahelyett, hogy tanulnának. És ez sajnos sok iskolában így is van. Tehát mikor valaki rosszul viszi be a játékosítást az órára, akkor tényleg csak eltelik az idő, és a gyerekek különben jól érzik magukat, de valójában esetleg nem tanultak, vagy nem azt, amit ő akart, hogy tanuljon. Úgyhogy ez a játékosítás műfaj, ahogy ezt egyébként nyilván Montessori is gondolta, ez egy rendkívül fontos, és szerintem nagyon fontos tudományosan tervezett hátterű dolog kell, hogy legyen. Van néhány alapszabály, amit ezzel kapcsolatban a különböző kutatások már felvetettek. Az egyik dolog az, hogy a játékosítás nem azt jelenti, hogy feltétlenül a gyerek játszik az órán, hanem azt jelenti, hogy megismerjük annyira a számítógépes játékokat, hogy megtudjuk, hogy abban mi motiválja a gyerekeket, és ezt a motivációs pluszt kellene áthozni az iskolai életbe valahogy. Ez már nagyon komoly szellemi erőfeszítést igényel, úgyhogy az gondolom nem véletlen, hogy erre azért már inkább tanárok vállalkoznak. A másik dolog, hogy azt mondják, hogy az igazán jó játékosítás az akkor kezdődik, hogyha maga a játékos is be van vonva abba, hogy hogyan tervezzük a játékot. Ez azt jelenti magyarul, hogy megint csak nem a tanárnak kéne otthon széttörni a kisokos fejét, hogy tervezzem már játékot azoknak a játszóknak, akik nála százszor jobban ismerik a játékot. Ami nyilván egy szorongást kelt azért sokunkba, tehát hogy így én megmutassak valamit a gyerekeknek, amit szerintem sokkal jobban tudnak. Ugye ez nem az a pozíció, amiből a tanár szeret kommunikálni. És ezért tulajdonképpen jó hír az is, hogy az igazi játékosítás úgy kezdődik, ha azt mondjuk, hogy alkossunk közösen egy szabály, gyerekek, ami tök jól előre viszi az óránkat, ami alapján ti szívesen megtanulnátok, hogy most akkor a melyik országnak mi a fővárosa mondjuk, vagy hogy hogyan lehetne elutazni A-ból B-be, vagy hogy milyen ruhákat kéne becsomagolni, hogy Hawaii-ra menni nyaralni. Tehát, hogy ezeket a dolgokat valahogy úgy kéne megtanuljuk, hogy valami játékos vicces formában. Nektek biztos több ötletetek van, mondja az igazi játékosítás elképzelés. És hát, ami nagyon fontos, és ezen szokott megbukni a játékosítás sok esetben, amennyire én látom az iskolákban, ha úgy megpróbálkoznak vele, hogy úgy játszunk a játékért, de nem gondoljuk át, hogy az a valós kontextusba az illeszkedik, vagy nem. Tehát oda jól jön ki az a játék, vagy nem. Csak egyszerűen olyan, olvastam valahol, vagy vicces, vagy most ez a menő, vagy volt egy támogatópályázat, és muszáj volt mindenkinek játékosítani, vagy nem tudom, meg kooperativitás, meg tudjátok, tehát ez a, vagy tudják, tehát igazából ez egy ilyen enyhe kényszer,
terhenyhe nyomás szokott lenni, egy felújítással általában vele jár a kooperatív oktatás, tehát bevezetése egyik napról a másikra. Tehát azt gondolom, hogy ez megint csak egy nagyon nagy szellemi kihívás, hogy tudjuk a számunkra fontos tantervi tartalmakat egy játékosított verzióban közvetíteni a diákoknak. És hát van egy pár jó példa erre. Az egyik ilyen a diszlexia leküzdésére az egyik legismertebben használt és legjobb, remélem a jelen körünkben jelenlévő gyarmaté vagy kedves bólogatással engem megerősít ebben. Ez a bizonyos Fast Forward, ami egy fantasztikus, játékos példája annak, hogy a nagyon nehezen írni, olvasni tanulók, azok hogyan tudnak ezen átjutni, annélkül, hogy közben azt éreznék, amit én éreztem nagyon sokszor, hogy már így 47-szer leírtam, hogy orrom, varrom, gólya, pálya, nem tudom mi, és az anyukám már majdnem idegrohamot kap, és nem tudom, hanyadik finom taslit kapom, hogy figyeljél már jobban, onna a kislányom, és azt mondta, mikor már megint azt mondta, hogy hozzad a füzetedet, akkor én már így sírva menekültem volna a padlásra, mert hogy súlyos diszlexiával küzdve nem nagyon értette senki 70 akárhányba, hogy mi baja van a gyereknek, szóval nem volt fast forward, meg nem volt sok más sem, és azt gondolom, hogy ez egy áldás, hogyha olyan nyelven tudunk a gyerekekkel gyakoroltatni, ami nem egy ilyen szörnyű szenvedés, hanem egy élvezetes játék, és még közben gyakoroltat is valamit. És hát nagyon boldog vagyok, hogy befogadtak egy olyan Facebook csoportba, ami itt délután meg is fog jelenni, amennyire én tudom. A magyar tanárok nagyon sokat is okosan gondolkodnak már most a játékosításról, úgyhogy a jelenlévőknek mindenek ajánlom, hogy csatlakozzon ebbe a csoportba. Én már nagyon sok ötletet kaptam ebből a Facebook csoportból. No, hát akkor ugye mindenki ismeri a tanári szerep legfőbb metaforáját. A tanár a legfőbb metafora szerint micsoda volt régen? Na mi? A tanár? Kórusban? Kertész. Nem? A tanár kertész. Mit nevelünk? Növény, palántát. Akármit, ugye? Ez volt az alapmetafora. Az új metaforája ennek a helyzetnek a felfogás szerint, hogy a tanár az nem más, mint rakétamérnök. Azt is megmondom, mi a különbség. Mert hogy ugye mit csinál a kertész? Azt mondja, a palánta követhető egyenletes fejlődést mutat, le van írva a könyvekbe, hogy kell neki fejlődni. Mondjuk az én lányom sem olvasta a kolkönyvet, nyugodtan mondhatom. Nem tudta, hogy 20 órát kell aludni egy újszülöttnek, hogyha megszületi. A gyerekek többsége nem olvassa a fejlődés lektankönyveket, az a tapasztalatom. Ehhez képest az új generáció úgy működik, mint egy rakéta. Elmondom én mindjárt a másik oldalt, bocsánat, ezt itt így gondoltam. Szóval az egyik dolog tehát, hogy követhető egyenletes fejlődése van egy növénynek. A másik, hogy a kertész mindig ott van vele. Ugye a növény nem megy sehova, az úgy van a cserébe, és várja, hogy ő felnőjön, nagy növény legyen egyszer csak. A következő, hogy ha a kertész jól képzett kertész, akkor tudja a lépcsőfokokat. Mikor, mire van szükség? Mikor kell ekkora levelkének lenni? Mikor kell a termésnek megjelenni? Ez nem kérdés. A következő, hogy a táplálása tervezhető a növénynek. Lehet tudni, mikor kell víz, mikor kell nap, mikor kell kapálni. Ezt egy jó kertész általában tudja. És hát tulajdonképpen, ha hasonló környezeti igényeket kielégítünk, akkor egyforma növények fognak nőni jó esetben. És hát amire van lehetőségünk, hogy gyakran beavatkozzunk. Mindig ott van a növény, egy kicsit megízelgetjük, kicsit meglocsolgatjuk, kicsit megkapálgatjuk. Minden esetre beszélgetünk, az nem majd csak jobban nő a növény. Szóval a lényeg az, hogy a célt ilyenkor a kertész ismeri. Ott lebeg a szem előtt a tökéletes növény, amit ő nevelni akar. A legtöbb tanár fejében is ott van a tökéletes diák, akit ő nevelni akar. Hát ez az, amit most egy picit zárójelbe kell tenni. Ezek a rakéták nem így néznek ki. Úgy néznek ki, hogy borzasztó gyors ütemű a fejlődésük. Nincs konkrét cél, ami felé tartanak, és senki nem tudja megmondani, hogy a 21. század, mondjuk 40-es éveiben milyen emberekre lesz szükség, akik amit tudnak. Ez az a pillanat megint, amikor vissza kell térnem az előttem szólóhoz, azt se ismerjük pontosan, hogy hova kell célozni. Tehát így mozgó célpontra, a mozgó eszközzel állandóan változóan lövünk, ahogy ő ezt említette. Állandóan eltávolodnak tőlünk. Tehát nincsenek jelen. Pillanatok alatt felszállnak, eltűnnek, nincsen ott, nem várja ki, amíg mi kigondoljuk, hogy fogjuk őt nevelni. Ezért sokkal fontosabb, hogy egy rakétába installáljunk dolgokat. Mert az elmegy a Földtől, az életbe utol nem érjük. Tehát ha nem akarjuk, hogy a rakéták össze-vissza bolyongjanak, egymásnak ütközzenek, fejünkre robbanjanak, akkor nekünk be kell építeni némi önellenőrzést, önreflexiót ezekbe a rakétákba, ami segít neki, hogyha útközben meghibásodik valami magát is, meg tudja szerelni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog egy rakéta esetében, mert nincs ott, aki építette, az mindig a Földön marad.
Azt tanulta, még esetleg megy vele, bár néha úgy tűnik ezekben a rakétákban még már pilóta sincs feltétlenül. Installálni kell az adatelemzés képességét, hogy legyenek képesek az információkat, a visszacsatolásokat helyesen értelmezni, amit a társadalomból kapnak adott esetben, hogy jó irányba mennek vagy nem, hogy bármikor tudják a röppályájukat módosítani. Ilyen stratégiákat kell nekik adni. Segíteni kell őket a röppálya korrekcióban, és hát nagyon szigorú minőségi kontrollra van szükség, mert ha a rakéta elment a földtől, akkor ha elkibásodik, nem tudunk rajta fönt már segíteni. Tehát akkor attitűdöt kell váltani. A régi tanár előadott, az új tanárnak vezetni és tanácsadóvá kell válnia. A régi tanár ismeri a tudást és átadja. Hát erről le kell mondanunk, és azt mondjuk, hogy tanuljunk meg jó kérdéseket tenni fel a gyerekeknek elsősorban. Mi megmondtuk azt is, hogy melyik a legjobb út a tudáshoz, ami oda vezet. Hogy kell ezt megtanulni, hogy kell ezt csinálni. És azt mondják, hogy segítsük a gyerekeket abban, hogy válasszák ki a számukra a legalkalmasabb módját annak, ahogy ők elérik ugyanazt a tudást, amit mi fontosnak tartunk. A régi tanár tiszteletet várt a gyerektől, az új tanárnak kölcsönös tiszteletet kell mutatni a gyerek felé, mert hogy vannak dolgok, amiket tényleg jobban tud, ezt el kell ismerni, és legyünk képesek tanulni egymástól, ez egy nagyon fontos dolog. A technikát ő kezelte, az írásvetítőhöz soha nem volt szabad hozzányúlni, én erre biztosan emlékszem, és még a tábla is csak szünetbe, és csak a hetesnek. És a diákok pedig, úristen, le vagyok lőve, a diákok pedig használják a technikát. No, az ellenőrzés az, ami a kezünkbe marad, ez egy nagyon fontos dolog, mert mi tudjuk, hogy mik azok a standardek, amiket tudni kell, és a gyerekeket inkább az önértékelés képességére kell tanítani. Ami a legfontosabb üzenet talán az az, hogy a viselkedésünkkel olyan modellt tudunk mutatni a gyerekeknek, hogy hogyan kell élni ebben a bizonyos 21. században is, azt, amit még szeretnék megmutatni, tehát akkor mire van szüksége egy mai diáknak, milyennek kell lenni a mostani tanárnak. A mai diáknak kell valós tananyag, ami nem feltétlenül az, ami eddig volt. A mai diáknak kell egy partneri attitűd a tanár részéről, amit megpróbáltam röviden felvázolni. A mai tanár diáknak kell a gamification, valamilyen szinten a játékosítás. A mai diákoknak kellenek hasznos szociális készségek, amikre próbáltam utalni, amiket csak mi tudunk nekik megtanítani. És a mai diákoknak kell komoly énkép és önértékelés ahhoz, hogy tudják, hogy milyen rakéták ők, és merre fele tartanak. És ha ezt egy tanár mind meg tudja nekik adni, akkor talán mosolygósabb lesz a jövő. Köszönöm szépen!